Sziasztok! Kerék Ági vagyok, virágimádó, és nemrég kaptam ezt a csodálatos hyacintot. Most megmutatom nektek, hogy kell gondozni, hogy jó sokáig virágozzon. Nézzétek! Itt van ő, most nyílik. Látjátok, még ott vannak olyan részek, ahol nem nyílt ki, itt pedig már gyönyörűen és illatosan virágzik. A konyhaablak közelében lakik, látod milyen közel? Nyitva van mindig az ablak egy picikét, így nem a meleg fűtőtest közelében van, hanem itt, az ablak mellett. Ez nagyon sokat számít, ettől sokkal lassabban nyitja a virágait, már egy hete csak nyitja, és nézd meg, hogy még mindig zöld. Akkor ezeket is mind kinyitja, majd ezeket elszárítja, ez legalább 2 hét lesz itt nálam, ennél a hűvös 18 fok körüli kőmérsékletnél. Azután, ha ezeket elszárítja, mindegy le kell csipkedni, végül az egész virágszárat ott levágjuk majd, amikor már minden szárad, a leveleket nem. A leveleket, amikor teljesen nem szárítja majd önmaga a hagyma, akkor kell cselekednünk. Ez pár hét alatt fog lezajlani, úgyhogy tavasz végén ki lehet ültetni majd a kertbe a hagymát, aminek ez a zöld része tehát már teljesen száraz lesz. És akkor jövő tavasszal a kertben fog virágot hozni. Érdemes kiültetni, neki ez a jó. Neked pedig nagy csoda lesz, ha van valakinél kert, és ott fog meg kinyílni újra a következő évben tavasszal. Csináld meg, próbáld meg, és virágozzon nálad is nagyon-nagyon sokáig a csodálatos illatú hyacint. Szia, sziasztok!